Folyamatos volt az érdeklődés az elmúlt hétvégén megrendezett Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon, melynek fő helyszíne a Prohászka Zsolt tornacsarnok volt. A kiállítók elsősorban a szakmának kínálták portékáikat, de sokan árultak mézet, mézes kalácsokat és más finomságokat. A hagyományos mézfajták mellett különlegességekkel is találkozhattunk. Az idén ez a harmat méz, ez most sikerült először pergetnem az idén. Van egy különleges aromája, elég különbözik a egyéb fajta mézektől. A termelők úgy látják, bár a mézfogyasztásban nem állunk az élen, de az elmúlt időszakhoz képest történt elmozdulás a hazai piac tekintetében. Az adatok azt mutatják, hogy 1 kiló az átlagos egyfőre jutó mézfogyasztás éves szinten. Én azt gondolom, hogy ez azért valamennyit növekedett. Tehát az emberek egyre inkább keresik és szeretik a termelői mézet, és ez itt megmutatkozik ezen a vásáron is. A méhészeti eszközök között újdonságnak számítottak azok a légzésvédő maszkok, melyek a méhészeti munkák során nyújtanak megfelelő védelmet a méhészeknek. Az atkaírtás során gyakorlatilag olyan anyagokat használnak a méhészek, amihez mindenképpen szükséges, hogy légzésvédőt használják, mert az fontos. A korábbi évekhez képest többen foglalkoznak méhészkedéssel, ami a piaci eszközök forgalmában is érezhető lett. A méhészeti termékgyártóknak a kínálata az utóbbi években nagyon-nagyon széles lett, tehát egy ilyen vásáron gyakorlatilag mindent meg lehet találni, ami a méhészkedéshez szükséges. A fesztivál egyik nem titkolt célja ráirányítani a figyelmet és népszerűsíteni a mézfogyasztást, mert ezen a téren vannak még tennivalók. Az idei szezon közepesnek mondható, a mézversenyre így is 265 minta érkezett az ország 76 településének 108 méhészetéből. Ahogy mondani szokták, a zsűrinek nem volt könnyű dolga. 7 pontozási szempont volt, a víztartalom, az íztisztaság, a jellemző szín, a csomagolás, maga az özbenyomás, amit egy méz tud nyújtani a fogyasztó számára, tehát megjelenésben, illetve ízharmóniájában, és ezután került sor a mézek, tehát a továbbjutó mézek kiválasztására, illetve ez a 67 méz minta, ami továbbjutott, laboratóriumi vizsgálatra került. 2015-ben az év méze a keceli Bóna Zoltán akácméze lett.